Az alapokat már leraktuk, több mint 2000 milliárdos védvonalat hoztunk létre a vállalkozások megvédése érdekében, olcsó, államilag támogatott hitelekkel, célzott támogatásokkal, a kamatstop kiterjesztésével. Itt azonban nem állunk meg, fenntartható és 21. századi gazdaságot kell létrehoznunk, amelynek alapja egy új iparpolitika. Hatékonyá és fenntarthatóvá kell alakítani a vállalkozások működését, csökkentve az energiafüggőségüket, különösen a hazai tőke megerősítésével.